tanítok most már 22 éve, rengeteg a lány tanítvány, de az nem jó. Tehát én mindig azt mondom, hogy ne menjen prémásnak egy nő, mert nem nőnek való. Én úgy lettem prémás, hogy én klasszikus zenét tanultam, megismerkedtem ezzel a műfajjal, és mint tehetséges, de lusta zenész, itt ragadtam. Amikor én kezdtem, akkor még egyáltalán nem voltak lányok. Meg egyéniségemből is fakadóan, tehát én szólista voltam, meg kamarazenész. És ez kamarazenés, ez egy óriási dolog, hogy együtt lehet zenélni, és közben még bulizni is. De nagyon, tehát a magánélettel, magával az élettel, a nőiséggel, ez merőben ellentétben áll, ez a fajta életmód. Tehát az hogy azért egy nőnek az a feladata, hogy anya legyen, család összetartó, hogy érzékeny legyen, érzéki legyen. Most ez a műfaj, ez nem erről szól, ez egy kiszolgáló műfaj. Itt aztán nem lehet megsértődni, hogyha azt mondják, hogy te ezt húzd el, vagy azt húzd el. Itt szolgáltatni kell. Most ha az emberek szerencséje van, mint nekem, hogy ilyen kiváló kollégákkal muzsikál együtt, akkor így könnyebb. De megmaradni nagyon nehéz.